Szevasztok srácok, én Starkodjuk ki, és egy kicsit kálingozni fogunk. Már, hát egy kis ideje megvan a játék, és már csináltam nektek egy videót, de olyan szinten lagulok a játékban, amikor belépek. Most reménykedek, hogy hátha nem fogok. Úgyhogy legalábbis legutóbb nagyon lagoltam, amikor felvettem nektek egy részt. És az a legdurvább, hogy megnyertem egy kört. Ott látjátok, van is ott fent. Hogy vagyunk? Arra fent a sarokban, ott nagyon ott fent. Ott van egy pontom. És lehet, hogy rossz irányba mutattam. Na mindegy. Van is egy pontom. Majd lehet, hogy bevágok nektek egy kis jelenetet az előzőből. Lássátok, mekkora fajú volt. De ja. Úgyhogy most játszani fogunk. Megyünk egy meccset. Play. Free for all. Nagyon tetszik a játék, ugye, mert az alapkoncepció ez a túlélés. Bármi hihetetlen, szeretem az ilyen dolgokat. Úgyhogy kipróbáljuk. Megmutatom nektek, biztos sokan érdeklődtök, hogy loadout-ot tudom, hogy mi az. Tudom, hogy mi az a loadout. Most már van több ilyen airdropom. Ezt a Archer-t, ezt nagyon szeretem amúgy. Tehát ezt használtam eddig, amikor mentem. Az előbb oldottam fel ezt. De jó, szeretek ijászkodni. Tehát a távolság az jó nekem. Hogyha már közelről kell harcolni, akkor azt már annyira nem szeretem. És miért nem tudok... Ja, mert nem. Így. Jó. Használok egy ilyen backpacket, ugye, hogy alapvetően két slottal többek kezdünk, nem hárommal, hanem öttel. Igazság szerint nagyon hasznos. Ezt a 25-tel több életemet használom, illetve hogy 50%-a gyorsabban regenerálódik a staminám, ugyanis a stamina kell a harchoz, a futáshoz, meg sok mindenhez. Igazság szerint, tehát hogyha csinálni akarok valamit, akkor az nagyon fontos. Van még egy olyan, hogy 30-al megnöveli a staminát, de evidens az, hogy gyorsabban regenerálódik, az sokkal jobb, mert hogyha elfogy az is, akkor ugyanott vagyok, mint hogyha csak az alapvető van meg. Úgyhogy, ja. Biztosan vakarózok, mint aki bolhás. Nem amúgy csak... viszkedhet az orcám. Na most már nyugodtan bedobhatna egy csatába viszont. Ezt a randomot használom, mert amit lehívok, ugye az hozzáadja a könyvtárhoz. Vagy így a választékokhoz. Na, tehát hogy akkor nekem itt lesz. Tehát úgy tudok feloldani újakat. Látjátok, még itt ilyen szarok vannak. De jó, most már is indult. Hát gagyi ládák vannak még egyelőre. Úgy tudok csak feloldani többet. Hogyha... Úristen, megy fel a pingem. Már 54, 54, 55. Gyerekek, ilyen klaustrofóbia level 5000. Ez a poén, hallod a helikoptert, de egy helyben áll. Jó. Ilyet fel is kapok. Egy knife-unk azért legyen már. Viszont, tehát miért félreértik a dolgot, hogy mondtam, hogy nyertem egyet. Tehát ez a világ legnagyobb fajja volt, szerintem az a győzelem. Tehát, hogy én nem tudok jól játszani. Hallom a funcot, de most igazság szerint gyorsan ki akarom mutolni ezt a házikót. Ott láttam, hogy ottan elő van egy valami. Itt a Milky Way-es tábla. Gyerünk. Nem kapta fel a követ. Ezt se kapta fel. Miért nem lehet futtában felszedni a dolgokat? Na jó, ezt a funcot itt bezsebeljük most már. Ó, ezt a funcocskát is bezsebeljük gyorsan. Egy fej végül is. Nincs is jobb, mint pontot szerezni egy fejből. Na nem volt még itt senki, hála Istennek, úgyhogy hát szerzünk valami jó cuccot. Aha. Tehát, hogy két táska kapásból. Az egyik táskát megtartom, és csinálunk belőle armort, tudom, hogy lehet. Aztán, hogy tényleg lehet-e, azt már nem tudom. Ezt is leadjuk. És keresünk egy követ. Csak lesz itt valahol egy kis kavicsocska. Azt hiszem, kő kell hozzá, aztán, hogyha nem, akkor leadom. De igen, ez így működik. Ez így működik. Megnézem addig gyorsan. Mediket tudok lehívni magamnak, amiben van egy táska, ilyen, meg... Hát ez szar. Már bocsánat, de nem tűnik túl jónak az az airdrop. Lehet, hogy jó. Csak én nem értek hozzá, de elsőre nem tűnik túl jónak. És játékkal nem játszottam sokat, srácok, tehát most úgy nézzétek, hogy itt próbálok nektek mondani érdekességeket, de nem biztos, hogy tudok. Ez így... Próbálkozom. Nem baj, itt felmegyünk. Nem, még itt ezt megnézzük. Ú, és benne is van egy karocska.
Hallottam valamit az előbb. A legjobban íjnak körülnék amúgy, mert nagyon szeretek ijászkodni, ezt mind már említettem. És nem jutottak ki, nézzétek meg. Á, úgy sincs benne semmi, hogy tök mindegy. Ez mit tud? Gyorsabban sprintelek. Paprika spray. Ezt leadjuk. Tudom, hogy jó cucc. Tudom, hogy jó cucc ez a paprika spray, de inkább leadjuk. Habár ezt lehet ki kéne nyitni, nem tudom mi a véleményetek. Azt kinyitom ezt a ládát, mert nem fogom leívni ezt a medikes airdropot, nincs rá szükségem. Meg is érte, TR3-as van benne, akkor ezt a szutykot, mivel ez csak TR1-es, ezt... Csak megálltam hallgatózni, hogy hallok-e bárkit, de nem. Úgyhogy nincs gond. Majd csinálunk magunknak egy íjat. Mert tudom, hogy lehet craftolni, srácok. Ez, ahhoz az majd lehet, hogy kellene is fog. Volt egy kis bug. A paprika sprayt egy kicsit megtartjuk magunknak viszont. Hát, ha tudjuk még hasznosítani. Mondjuk egy nagy harcban. Ölik egymást közben az emberek. Halljátok? Ebből bemondják. Itt is van egy. Ami nyitva van. Ezt is megnézzük, itt nincs funcocska. Általában a budiban is lehet valami, de hát... Ó, most van is egy bandage, beszarok. Még soha nem láttam, azt akartam mondani, hogy van benne bármi is. De akkor ezek szerint például bandage előfordulhat benne. Illetve egy ilyen tonfa. Fatestápoló. Nem, de bár. Hát de, itt is van egy ládikó, de ezt már nem fogjuk tudni kinyitni, mert kell a funcocska. 15 func. 15 free func. Yeah. Fuck yeah. Ezt kinyitottuk. Hoppá, na igen, ez kicsit magas volt. Akkor ezt a bendist én így, hát lehet, hogy nem volt sok értelme. Jó, nem használtam. Hát, de elhasználom. Jó, hogy azért tudom, hogy mit akarok. Elhasználtam a bandage-et, mert majd csinálok egy másikat, hogyha arról van szó inkább. Tudom, hogy itt is lehet amúgy tölteni. Ugye életet. Ezt a paprika sprayt csak elvisszük magunkban, srácok. Eldobod még ma? Arra vártam, hogy most vagy lag volt, vagy nem tudom micsoda. Megyünk tovább. Közben szerzünk egy kis fát. Meg... Spear, és akkor utána lesz majd belőle a legugolok, mert akkor biztos sokkal jobb lesz nekem. Meg nem mondta, hogy valaki itt született le, de az valószínűleg én voltam. De nem, én odébb voltam, bakker. És nem egyből ide jött. De ha bár mondjuk lehet, hogy én voltam, mert ugye a teteje az lerepül. Ott egy kis func. Szemben. Ezt összeszedjük. Ezt is. Legalább lesz, elég nyíl leszünk. Jó. Ez kell nekem. Jó. Közben most srácok, bejött édesanyám. Eldugott egy ajándékot. Nyilván nem az enyémet. Csak ő direkt nem szólalt meg, mert pontosan tudja, hogy ilyenkor ezt csinálom. Már milyen fura. Jó. Szerintem én itt körülnézek. Ja, már nem tudok többet, mindegy. Mi nem volt senki? Jó, jók vagyunk. Jó, oké, ezt a kettőt kapásból le is adom, és akkor kinyitjuk azt a... amasztott a ládát. Az a baj, hogy nem ad semmi normális airdropot, tökéletes lenne, hogyha valami olyat adna, amit... Már lehet, hogy már csak azért fel... le fogom hívni, hogy feloldjam, ugye? Ha ne adj Isten!
egyszer erősebb lesz az adott drop, vagy tényleg úgy látom, hogy olyan kaszt mellé, ami mellé megéri, vagy nem is tudom, hogy mediket tudjak lehívni, akkor majd lehet. De valaki a közelben azt hiszem hívott is valamit, hogyha jól hallom. Valakit? Persze, hívott valakit. Úristen, itt még ennyi minden van. Gyerekek, félek, itt olyan sok minden van. Nézzetek. Azt hittem, alul volt valamilyen szennyes ruha, vagy ilyesmi. Ez nem kecsegtett túl sok jóval. Akkor lehet nem lesz ebből lehívás, mert mennyibe kerül az 105 funcba, hát annyit nem, még végképp nem ér meg nekem. Az az igazság, az akkor lenne jó, hogyha abszolút például backpackem abszolút nem lenne. És nem is találnék, akkor ugye tudnék. Valakinek itt repül az airdropja. Szerintem megnézzük, hogy ki. Ez jó lesz csatározásnál, tudom majd dobálni. Megnézzük. Ott repül, ott itt. Hű, de rendes vagyok mi. Na ez most olyan kamunak tűnik, mint az atya úristen gyerekek. Hát az, hogy itt nincsen senki. Olyan volt, mint hogy azt hallottam volna, hogy valaki felhúzza az íját. Hát ez nagyon para, srácok, szerintem ez biztos nincs olyan, hogy valaki itt hagy egy airdropot csak úgy. Vagy kiírta, hogy random airdrop van? Srácok, kinyitnátok mi? Tudom én ezt, tudom, hogy kinyitnátok. Na, nyissuk ki. Ja, ez supply airdrop, nem personal airdrop. Na. Ezt leadjuk a francba. Visszamegyünk ahhoz a házikóhoz. És leadjuk. És lehet, hogy csinálunk magunknak egy dinamitot, hát találunk egy piros ládát. De majd azért majd inkább kijövök a darab fájér. Köpőcsövet is csinálhatnánk, csak az hogy nincs annyi helyem, vagy nem is tudom. Inkább csak egy dinamitot. Ha két ember harcol, bedobom közülük, az úgy eléggé durva tud lenni. Igazság szerint tök sok funkciót összeszedtünk, ami egész jó szerintem. Elindult a gáz valahol. Most csinálta is, meg nem is. Sértem. Na jó. Jó, van egy ilyen kezdetleges szutyok. Dynamite-unk. Menjünk tovább keresgélni. Hát találunk valami érdemlegeset. Egy funcocskát még, vagy bármit. Igazság szerint most már fullos vagyok, úgyhogy... is. Amennyire én látom ezeket a dolgokat, nyilván lehet, hogy ti más szemmel néztek erre. Akkor szerencsétlennek van pár cucca, nyilván. Ott az a nagy híd. Itt bemegyünk ebbe az alagútba, mit szóltok hozzá? Biztos, hogy lesz itt valaki. Vagy már volt. Pontosabban szólva. Ja, mindenki van nyitogatva. Ez a kék láda nincsen. Barátocskám, ezt elfelejtetted. Amikor sok szerint nincs itt semmi, szóval. Nem szólok semmit. Gyorsan kicsit regenerálódjunk. Tehát hogy tudom megnézni? Azt hiszem, ahol vannak ilyen képernyők, hogy meg tudom nézni, hogy hányan vagyunk még életben. Hárman élünk már csak azt a mindenit, és van akinek van 4 kije, hát ez elég para. Mit ne mondjak. Nem baj, ezzel a sprayvel mindenki pofán tudok fújni. Megdobom a izével, a dinamitommal. Habár lehet, hogy... valaki kinyitotta a Master Gas-t, azt hittem, hogy azt hol lehet kinyitni.
Jaj, ugannak pisztolya van. Így elsúnyogunk. Szt, nehogy hangoskodjatok nekem. Az lesz a taktikám, hogy meg hagyom, hogy ők harcoljanak, bármi hihetetlen. Mondom, nehéz volt erre tippelni, hogy ilyen taktikához fogok folyamodni, de hát nyilván nem fogok egy pisztolyjal harcolni. Ha bár sok lövése nincs. Tehát, hogyha sokszor mellé tud lőni, akkor az nekem csak jó. Jó messzire kell tőle kerülnem. Bazd meg, valamelyik hülye kinyitotta ezt a gázt. Jó, oké, jó. Látom őket, mind a kettőt. Na kéne az íja. Na, egyébként beszállunk a buliba, srácok, most csak 57-es a pingünk, úgyhogy az full szar, de nem baj. Másikat kell, a másikat, a pisztolyosat kell ölni. Nem baj, a pisztolyosat kell ölni, a pisztolyosat, csak a pisztolyosat. Para, para, para. Jaj, elfutunk erre, srácok. Jaj! Jaj, Istenem! De kajak ennyire hülye vagy, mi? Menj már innen! Szégyeld el magad! Júj! 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 Ezek lőnek! Paprikas! De paprikas! Paprikas! Miért nem hatottál? Nem baj, megnézzük. Ezt most már megnézzük. Mennyibe fogadunk, hogy ez a hülye nyer. Hozzávágta a pisztolyt! Akkor nem biztos. Rázogassátok egymást, srácok, rázogassátok. Hát azért egy pisztoly nyilván sokkal jobb lenne, hogyha nekem is az lett volna. Figyeljetek. Egyre kérezettebb a harc! Úristen! Hát még a végén meghalt pisztolyos barátunk. És meghalt! Lol. Hát jó van. Na hát srácok, ez a pink hajú hölgyemény nyerte a meccset. Harmadikok lettünk. Nem tudok erre mit mondani. Szerintem jó volt. Ahhoz képest egész sok cuccot összetöttem szedni, hogy... hogy még nem olyan rég kezdtem a játékot. Na jó van srácok. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Remélem tetszett. Ha szeretnétek még ilyen részt, vagy callingot, de amúgy biztos, hogy lesz még egy pár, nyugodtan dobjatok egy lájkot, találkozunk legközelebb, én Stark voltam, jók legyetek, sziasztok! Jaj, jaj! Jaj! Új, nem is dobtam el! Dögölj már meg! Dögölj meg! Hol a tudod vagy? Jaj, nem látom! Nézusz! Megjöttem az első körben, gyerekek, hát ez micsoda?